Na, gyerekek, az van, hogy voltam egyszer Amerikába, és azokat a képeket fogjuk megnézni, ahol sehova nem kerültek ki, hozzávetőleg egy 300 kép, eszembe jut egy sztori, akkor azt elmondom. Los Angelesben voltunk, itt készült 300-400 kép, ezeket fogjuk megnézegetni, illetve videót is találtok a YouTube-on róla három részben. Ezzel jött értem Pestre a dadó, amúgy, igen. Igen. Na hát elindultunk, ugye, fasza volt, csak olyan fáradt volt, mint a kurva élet, rendben. Ezt zabáltuk a repülőn, ugye? Ú, de szar volt. Némelyik olyan szar volt, genyó, emlékszem rá, horzott a gyomrom. Mint ha valaki már egyszer megette volna. Arra emlékszem, hogy klasszikus zenét hallgattam és próbáltam elaludni. Ez én vagyok, ez meg a barátnőm. Kicsit hormonzavaros volt ebben az időszakban. De szinte, itt már nagyon fáradtak voltunk, nem aludtunk, szenvedtünk, jól nézünk ki együtt, látnám mesztelenül minket. De itt tele volt nagyon a... Emlékeztem, hogy itt már elgondolkodtam azon, hogy ez egy nagy s**s az egész, szar volt kijön, mert minden országban félreállítottak, levetették az oknim, radar, táska, kicsomagolás, pénztárcát, boríts ki, mennyi pénz van nálad, kábítószerek, drogbáró, meg minden, és itt volt az a pont, itt pont az Amerikában valamiért kétszer csinálták meg ezt velem, egyszer alaposan, aztán meg még alaposabban, a hajzselét kitekert a pali, meg beleszagolt meg minden. Egyébként Németországban meg is tapogatták hazafele, mert ott ugyanez volt, minden országban kiszedtek, és a csávó rámarkolt a tojásra, mert kiadta a gép, vagy bedörzsölte az ujjamat, hogy én bomba ható anyagokkal érintkeztem, azt jöttek a géppisztolyos német herr rendőrségek, és kiforgatták az összes cuccomat. Tehát nagyon jó volt, volt izgalom, úgyhogy, de minden országban, tehát minden egyes országba, odafele, visszafele is. Olyan kicsit megalázó amúgy, hogy állsz a sorban, leveszed az okni cipőt, öved, zsebet kipakolod, és még feltartott kézzel, ráadásul szőrös hónalja, fölállsz, és át röggeneznek, azt hitték, lenyeltem a 3 kiló kokain. Itt egyébként nagyon távoli harmadunok a testvérem, rózsaszín, tehát Los Angelesben Strigó. Fölcsapta a rózsaszín cuccot. Ez csak egy kép, nem tudom mi történt, szerintem Dadó epilepsziás rohamot kapott, oldalra borult és megnyomta véletlenül az exponáló gombot. Ez én vagyok, amikor nem tudom mi történt itt. De Dadó füle az egyszerűen gyönyörű, ahogy átvilágítja, kicsit ilyen nagyanyád, ahogy a rántott hús csinálja és a szélen nap felé fordul, a kicsit átvilágít és serceg rajta a zsír. Ez jut eszembe, kenyérrel nagyon jól lenne Dadó füle. Nézzük meg a köt. Amerika kapitány Schwink nélkül. Low budget Amerika kapitány. Erre emlékszem, autóbérlésnél voltunk, és már túl voltam a 14 óra után az első zigén. Sikerült megnyugodni. Itt jobbra volt egy nagyon jó automata, ami benyelte a pénzünk. Utána elmentünk, nem volt tüzem, az volt a legjobb. És akkor hátul ültek azok a tipikus, ilyen boilertestű, fekete bőrű buszsofőrök, mert buszállomás volt kint, azt oda mentem, mondom, kerázzál már egy kis fire-t, more! Életem legnagyobb szívessége volt. Kimentünk és jött velünk ilyen széttetovált mexikói pali, akire egy ránézésre mondtam, hogy egy 15 év golyó általi kötelet. Tehát, hogy... Na itt azért már Cody látszik, Cody, nagyon szexi gyerek, ez nagyon baszó volt. Kicsit félelmetes volt, Amerikában ülj be és vezessi, de kurva jó volt, nagyon nagy élmény volt. Először fel se fogott két napig, hogy mit tudom én, olyan helyeket látsz, ahol olyan filmek forognak, meg igazából egy kicsit a világ központja. Hiába, de kurva jó volt. Kodin miért van pulcsi? Azért, mert olyan vékony, hogy kiérzik belőle a szarszak, és próbálta elfedni a kellemetlen pillanatok véget. Egyébként ez jó kérdés. A Facebookon visszatekerhető, egyébként ott live-oztunk Facebookon, az is egy nagyon jó pofa dolog volt. De mondom, a YouTube-on elérhetők a videók. Meg Facebookon live-oztuk, hogy nem tudom, miért mentünk, valamit kerestük. Na ennél finomabbat, bazd meg, mai napig összefut a nyál a pofámba, gec. Hogy sehol nem lehet enni egy jó pasztrámit. Ingyen voltak ezek a sós chili paprikák, bazd, annyira finom volt, de oda ment és kivette, amennyit akarta, és megette. Hát ezek a jóképű mexikói legények kerázták ott a kaját, de minden, ugyanaz volt, tehát mintha most játszol a GTA-val, ugyanaz, tehát ugyanolyan figurák, olyan karakterek ülnek, nagyon kurva jó volt. Jetlag volt ma rá, hajnal 4-kor fölkeltem, azt mentem le a fánkozóba. Emlékszem, álltunk a sarkon, és mezitláb jött egy gázsi a túloldalról, azt mutatta, hogy itt az ideje, hogy párosodjunk. Nem nekem, Kodinak, vagy nem is tudom kinek, hárman álltunk ott. Vágod? Mezitláb belelépett a pocsolyába,
és ahogy jött át a zebrán, beült egy autóba, mert szólt neki a pali, hogy majd vagy valami ilyesmi. Beült az autóba és elhajtottak. Cody rendesen el akart futni. Dick mondom, Cody, ilyen harapapina, mi van veled, Cody? Meghaltam rajta, bazd meg. A legfinomabb fánkot itt tettem életemben, igaz, hogy csótányok szaladgáltak rajta, de mondom neked, olyan finom volt az a fánk, Getsz, hogy szétvitt. Excuse me. Hát ez volt az a fánkos. Egyik este emlékszem, úgy horkoltam, hogy hozzám basztak egy párnát. És Cody aludt mellettem. És eltelt egy év, nem tudom, most voltam Komáromban, nem rég. Valamilyen lábfétisem van, amúgy igen. Eredeti kolbászok letöltése. Mondom a csávónak, akik négyen aludtunk, mondom, Geci, úgy horkoltál az éjjel, nem tudtunk tőled aludni. És a csávó, annyira mondtam neki, és elkezdett mentegetőzni, hogy én nem is bazd meg, meg az én orrnyerekferdülésem van, meg ilyen Geci. Azt nem is horkolt, csoró. Rendes elkezdett mentegetőzni, ami én horkoltam. Na hát így olyan kávét, a kávé az mondjuk az elég szar volt, mert megittad, és már fröcskölt is a picsát. Tehát én nem tudom, ricinos olajat adnak ott kávé helyett, genyó. A magyar tangapapucs az befittya. Ez nem velünk van. De azért a táj az odabaszó. Tehát tényleg nagyon szép volt. Itt azt néztük egyébként, hogy minden sokkal nagyobb. Nagyobb. Erős van a Facebookon videó, pont itt vesszük fel. Hogy ott nézd meg azt a tisztasági betétet, az már rendes hálózsák. Vágod, nézd meg azt a pakkot, gegyó! Hát borázd, már padlóz hőnyeget lehet belőle kerázni. A tusfürdő is olyan volt, nézd meg itt, a fejemhez képest, hát 70 centis tusfürdős flakon. Két ember kell, hogy kinyom belőle, bazd, mert sérvet kapsz. Na hát a kedvenc képem, ez még itt azért muszáj volt pénzt keresni valahogy, úgyhogy a haverokat kidettük így, hogy hát, ha valaki megkívánja, egy 20 dollárért beverheti. De most őszintén. Most aki Cody seggét választaná, az írjon egyest, aki pedig a cimboránk, az pedig írjon kettest. Hollywoodi relikviák. Egyébként igen, ott legalizáció van, tehát ott lehet színi a dzsangát. Nem tudom, tudjátok-e? Las Vegasban minden sarkomban, az meg olyan fűszakban genyó, hogy hazamész, azt hiszik, hogy grilleszti. Azt ráadásul, hogy be is vagy állva. Paróka volt, itt akartam venni egy jó parókát. Emlékszem, csak azt mondta Gárgyi, hogy 40 rongy. Mondom, köszi, hello, hónap visszajövök. Ez a kilátás pedig, most vettem a 13-ban egy lakást. És hát ez a kilátás van, srácok. Köszi szépen. De Hollywood teska. Ez a kilátó része valóban felcsörögtünk. És hát drónoztam. De mi, volt velünk egy srác, aki mindig nagyon aggódott. Úristen, meg fognak büntetni! Tehát én nagyon ilyen tipikus ráparázós pali. És próbáltunk drónozni, de mindig, mint a vészmadár. De olyan, ment egyébként, viszont utólag kiderült, hogy sehol nem lehet drónozni, és tulajdonképpen lelövik a gerbe. Tehát fogja a rendőrt, tss, azt visz lát, hello. Itt pont pózoltunk, mert nagyon elfáradtunk, és gondoltuk, hogy megtámasztjuk könyökkel a falat. Na itt volt a drónozás. De egyébként, hogy látszik, hogy itt most mindenki, hogy be van majdnézve, hogy vajon lelövik-e a drón, geci. Cody a nagy pásztázó, a Sentinel, az őrszem, a távolban, a Tesco-s biztonsági örbeállással barátunk, pásztázza a területet, hogy vajon? Vajon mikor fog megtörténni, hogy megbasznak minket? Hát ez volt a kilátás, nagyon szép volt egyébként. Itt volt a hajlékony figura, a legjobb spanok. Mondtam neki, adok egy dollárt, ha ő velem egy selfie. Azt mondja, hogy annyi elejét. Elmondom, akkor szerintem meg is egyeztünk. De ez milyen péknek vagyok öltözve, csoró. Oda vigyázz. Jó a krumpli, nagyon jó volt egyébként. Volt egy hajléktalan, megölt, kizavarták állandóan csorót. Kimentem, adtam neki 10 dodot. Egyébként én elosztogattam a pénzemet, tehát ez igaz. Ott volt egy lány, mondta, hogy éhes, ki volt írva, itt egy 10 dollárt. De nekem nem maradt, de én elosztogattam a pénzemet, bazd meg. Itt nem tudtam, hogy izé van, fotóznak. Terminátor bácsi. Ugye a Resident Evil megjelenés kapcsán volt egy rendőrautó és egy zombi, ami kurva jól volt megcsinálva, és annyira jól játszotta, én nem tudom, lett túlfizették. De olyan lelkesen volt zombi, hogy ilyet még nem baszott a világ. Állunk, bazd meg, elmondod, legyél zombi, 10 rongy egy nap, első fél órában azt utána ott tűn a színe a cigi. Hát ez nem tudom, ez Dadó kedvenc képe. Itt egy női hónajat figyelhetünk meg egyébként. Mert ugye volt egy hónai szépség verseny. És azt hiszem, hogy ő lett a második. De... Viccelek amúgy, ugye greenscreenet betettek a Fortnite-ba. De ez mi, ez a Gágyi, mi ez a pornós fej, és végig amúgy, dik. Hát megborít. Azt a kurva tudná, hogy ilyen híres lett ma rá.
Na viszont ennél finomabbat még nem ittam. Gyerekek, ez itthon nem lehet kapni, kérdeztem már mindenkit, bazd meg. Cukornáddal készült kóla. Ez nagyon finom volt. Ráadásul ezt ingyen osztogatták az utcán. Az volt a fura, hogy az emberek hozzáállása annyira pozitív, hogy hihetetlen. Bemész is a biztonságőr, hello, szia, hogy vagy, mi újság, minden oké, meg így lebratyiznak veled a figurák. Nagyon jó volt. Hatalmas élmény volt egyébként, srácok, tényleg. Aki megteheti, az egyszer menjen ki, mert olyan dolgokat látsz, amit a filmekben, tényleg nagyon nagy feeling, nagyon nagy feeling. Nagyon jó volt. Ezt azt hiszem kiraktam Instára. Meghódítsam a Universal Studios-t. Ez is kurva jó volt, nagyon jó volt. Beültünk és egy screen előtt mozgattak minket, és egyszerűen elhitted, hogy egy hullámvasúton ülsz, és úgyis reagált a szervezeted. Nagyon zoral volt, Getz. És föl volt építve ektébe a kégli, tehát így messziről, nem biztos lesz kép róla. Meg a Simpson család, az is nagyon jó volt. Itt volt egy kajád, ahol beültünk kajálni. És ilyen 20 000 volt egy szelet zsíros kenyér. De azért megezsannáztunk, na. Ja, úgyhogy, ja, ez ilyen. Ugye ez az a kis busz, ugye? Ja, itt ültem, itt ez vagyok én. Olyan jó orrom van. Ilyen díszleteket néztünk, ugye, meg van a született feleségek, én soha nem láttam belőle egy rész se. Milyen pipacs közve. Ugye az ektére föl volt építve. Viszont ami nagyon jó volt, egy világok harca díszlet. Brutál kemény volt, az nagyon jó volt. Az tényleg egy nagyon, nagyon keménye meg volt csinálva. Azt hiszem pont ez az. Ugye ez egy repülőnek a teteje leszakadva, ülések, stb. Egyébként a filmet is nagyon szeretem. Nézzétek meg, ha nem láttátok, de nem hiszem, hogy sokan van, aki nem látta. Micsoda Facebook profil fotó, Getz. Ott rejtegeti. Az bizony egy reklám. Hú, az meg. Az egy reklám. Jézus ereje. Ez egy úristen. Erre emlékszem, mondtam, Dadunak, mondom, figyeld be a gázsit. A nagy hússzombal ott izél. Tolta befele, ezen nagyon sokat röhögtem ott. Ez beuzsonnázott rendesen, genyó. Úgy ette azt a csülköt, mare. Meg nézd már meg, rendes akkora, mint a fél gyerek. Volt egy nagyon vicces sztori, kurva jó pillanatok, csak Kodi egy nagy kalap fasz volt, nem igaz. Volt, hogy a Venice Beach-en sétáltunk, és ilyen gangster fekete csávokat árulják a lemezüket, aranyfog, szét voltak varva, és ugye kezedbe adják a demo lemezüket, amit már várják is a pénzt, érte, hogy $2. És akkor napszemüvegben voltam, jött a pali, és akkor nyomtam volna a kezembe, meg beadtam a vakot, tudod. És így megtapogattam az embert, és akkor mentem tovább, csak hogy ne kelljen venni azt a szar lemezt. Ezt úgy elkezdtek visítani, röhögtek rajta, mint az állat, de meg is jegyezték, az visszafele meg ilyen izé volt, ökölpacsi. Oh the man, oh man, Jesus! Voltak nagyon, hát ezen a nőn emlékszem, hogy nagyon fájt a lábam, mondom, Danon leülök, de vártuk a többieket, és kiszúrtam, hogy ez Getz, ez megölt, beverte a nagy uzsonnákat csoró. De itt már a popazacskóban is van egy fél disznó, tehát nem tudom, látjátok-e. Hatalmas élmény volt. Itt már megint be vagyok feszülve, itt ment a vidinyó. Azt hiszem itt mondtam azt, hogy mögöttem a Mátra vagy a Bükk látható, meg ilyen fasságokat. Itt a bimbok már itt karcoltak azért. Bementünk a Michael Korsba. Kodit egyből le akarta cummantani a gádzsi. Emlékszem. I like your eyes! Kodi meg... Be akarta kapni deréktől lefele csoró Kodi. Az meg... Zavarba jött egy kicsit. Bellagio, vagy Bellagio. Ugye voltunk egy éjszakát a Bellagio, vagy elmondhassuk, hogy voltunk. Nagyon nagy élmény volt ez is, egyszerűen gyönyörű volt ez az egész. Ugye alul van a kaszinó, egy 4 millió négyzetméter, beültünk egy órára, mindjárt 50 ezeret buktam, és mondtam, hogy mindjárt retvágok. De egyébként nagyon jó volt. Hát ez volt a kilátás a szobából. Ugye itt a híres szökőkút, de itt is egyébként a videóra, hivatkozok a videóra, mert hát, ha érdekel benneteket. Na, itt viszont az a durva, hogy nem tudom megérteni, hogy ez miért jó. Kimész, és egy 50 fok. Brutál. Mint a sütőben lennél, egy soha nem szűnő. Olyan hőségben azok, hogy egyszerűen hihetetlen. Azt tudom, hogy kivettem egy kólát, és életem legdrágább kólája volt. Egy ilyen volt, 3000 forint. És mikor ezt sírva ittam meg. Zokogtam közbe. Minden ízét. Még majdnem a dobozt is megettem, bazd meg. 200 dodó volt egy éjszaka. Na ez volt a hűtő. De várjál, zigány! Ez nem úgy van, hogy csak kiemelsz valamit, baszol. Hozzá van adva a kártya, megemeled a vodkát, ting, 30 dodó. Ennyi, bazd meg. Érzékelőkkel van tele, tudod, te bánat. A lelkedet kiszíják.
megemeled 5 centit sneakers 3000, milyen jó lett ez a sneakers, nem? Abban már otthon bazeg 2 kiló pacat csinálsz, egész család eszik, de itt a sneakers megemeled, ugrik a 10 rongy. Ding ding! Csak mondom, hiába teszed vissza, mész a faszba, megzabálod köcsög, most már megeszed 2000-ért rák a fejed. De én is így vettem ki egy kólát. A Red Bull-ba erre sem gondolni, mert mennyi lehet egy Red Bull? 7 rongy? Hú! Bazd meg, egy havi fizetés! Nem raktam vissza, nem számít, ha visszarakod. Hozzáadj a számlát, és már durrantj el a számláról. Intellektuálisan viselkedjél, bazd meg. Hát igen, meg is érkeztünk. Tehát a tipikus mindent a szemnek paraszba. Kijön ide ilyen repet sarkú, ilyen 8. kerületi benszülött szökevény. Fölveszi a tűsarkot, és mindjárt egy Cindy Crawford. Tehát tudja, hogy mi van, elrakja a retkes lábúj közé, és már feszít is. Csak mondom. Az a vicc, hogy a bugyi úgy bevág, az egy gyomor alját piszkálja, csikizi. Tehát főhúzzák, ne szarozzák. Futás közben így tapsol a muff, tehát durva. Itt azért két kép gyorsan eldurrant. Ezt tuti Cody fotózta. A további mások szubolni. Dik, hogy össze van firkálva. Gyerekek, ez bazeg, itt rendes filmkockák vannak. Hát mondom neked, a Hollywood feliratról nincsen kép, de erről van geci. Kodit egyébként rendszeresen betámadták, tehát volt ott egy kurva, aki mondta neki, hogy nem fotózhat, ha nem viszi el. Tehát, hogy Kodi elrakta a telefonját, jó, akkor nem. Ezt ki a faszom, még képeztem már megint. Hát egyébként tele van stripklubokkal, ugye? Csávó és csaj, meg minden. Minket is mész végig, és minden 10 méteren kezedbe nyomnak egy izét. Lehet, hogy ezt Kodi csinálta. Nagyon fájt a hazajövetel, arra emlékszem. A közlekedést illetve ugye az is érdekes, hogy van 8 sáv, és a belsőt például csak azok használják, ahol egyel többen ülnek az autóban. A carpool only, és a dugóban az így megy, mint az állat, mert mindenki egyedül utazik. Csináltunk egy ilyen nagyon vicces klippet, ezt ott meg tudjátok nézni. Az egyik videóban. Jesus! A lóvázsit a fénybe megrajzolt Hulk! Az egri csillagokat így betolnád, összetartaná a batyú. Ez is benne van, srácok, a videóban érdekel, nézzétek, meg tényleg csak ezt tudom mondani. Mert ezek megöltek, ezek a hárman le akartak tarhálni, azt kioffoltam őket. Mondom, csoróságban bánatok, erisztétek el. Úristen, itt hirtelen éreztem, hogy itt az ideje, hogy bemutassam a modell tehetségemet, hogy hát ha. Ez a rossz lányokra megy. Barátnő feeling, együtt fürdő és soha. A dadó az életkép, ha egyszer dokumentumfilm készül rólam, akkor azt kérem, hogy dadó legyen az operatőr, mert Anitának kellett segíteni. Diszkréten benyújtam a 10 dollári, odaadtam, igaz, hogy utána kenyérre nem volt, de nagyon jó volt. És hát köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a szubokat, pacsi mindenkinek. Egyébként hogyha ugatok a kutyára, vágom az utat. Máma este kopogtok, az zavart el az urat. Legyél eszre a kapuba, kapcsol ki a házba. Hogyha megyek, a szomszédok ne lássák. Azaz! De álmodok, mikorok jártok. De leveleztet, meg is kérdeztet. Kellenék, ha nem szégyelnél. Neked élnék én, bármit meg. Ugottak a kutyák, levágom az utat. Máma este kopogtat, az avat el az urat. Legyél ezt a kapuba, kapcsol ki a lábát.